főnök, gyere közelebb. Még közelebb. Szevasz, Zón vagyok, figyelj már! Találtam egy rohadt jó rogue decket, ezt meg kell nézned, itt a Wide vasárnap, és ezzel egyszerűen játszanunk kell! Szevasztok srácok, Zón vagyok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Wide vasárnap, ahogy már az előbb elmondtam, így a beköszönőben, és most egy nagyon érdekes Darkness Grinder nevű, hát vagy szép magyarul sötét daráló névre hallgató Mill Rogue deckkel fogunk játszani, viszont ez olyan lesz, amivel én még soha életemben nem játszottam, gyertek nézzük! Hát, ami itt van előttünk, az ugye egy ilyen, hát nem végtelen, de így egészen végtelenbe menő rogue deck, amivel agro ellen ugye azt tudjuk csinálni, hogy doomsayereket, meg ilyesmi dolgokat használunk, hogy túléljünk, mert nyilván ennek a decknek valahol a... Hát ez valahol ott tud túlélni, amikor így eljut, mint tudom, 10. körig, vagy valami ilyesmi. És igen, agro ellen vannak eszközeink, mondjuk a Betrayal, a Fan of Knives, vagy egyébként mondjuk a Deathlord, az még kimondottan jó tud lenni agro ellen. Meg lehet azt csinálni, hogy ugye Vanishelünk, tudunk a Belcher is jó agro ellen, az Antique Healbotot is tudjuk egyébként Shadow Steppelni, tehát így elég sok megoldásunk van, de amire ez a deck tényleg jó, az ugye az, hogyha az Enzotot sikerül gengápolnunk, mert akkor tényleg így el tudunk menni a végtelenbe, és tovább, és csak így rakjuk ki a tauntjainkat, meg az Enzotot. Nyilván, hogyha eljutunk Valérához, akkor dupla gengápunk is van, akár, és akkor tényleg már így egyszerűen végtelen értékünk van. A control deckeket pont ezért így, nem azt mondom, hogy feltétlenül ki tudjuk véreztetni, de el tudjuk húzni a mérkőzést annyira, hogy tudjunk nyerni. Amivel ennek a decknek gondja van, az viszont valószínűleg a control vagy a combo deckek lesznek, mert a combo ellen igazából túl sokat nem tudunk csinálni, mert hiába vagyunk 30 fölött, nem játszunk olyan dolgokkal, amikkel mondjuk meg tudnánk szakítani az ő kombójukat, szóval itt nincs semmi. Egy darab evasionünk van, hogy valami letált elkerüljünk, de az a legtöbb esetben nem lesz elég. Vagy hát így nem tudom, egy körrel el tudjuk odázni, például Starliner Druid ellen, de most mi a francot fogunk csinálni, hogyha ha ott vagyunk, mit tudom én, XHP-n egy evasionnel, tehát hogy elvenisseljük a boardot, és ő újra megcsinálja a kombót. Tehát, hogy túl sokat tenni igazából nem tudunk. A kombó deckek ellen már pedig a kombó egy sosem volt valószínűleg a Hearthstone metájában ennyire erős, na de nem szaporítom tovább a szót, menjünk be létrára. A tegnapi MechWarrior után azért ma kellene nyerni némi csillagokat is, bár nem biztos, hogy erre egy mill deck a legideálisabb, de megpróbáljuk. Hát most ezért vannak a rank floorok, hogy játszadozunk különböző deckekkel, rank floorok között pedig játszunk valami erős dologgal. Na hát és Adrián az ellenfelünk, aki reméljük, hogy nem Pirate Warriorral játszik. Na, mire szeretnék alapvetően mulliganelni? Nem tudjuk ugye, hogy mit játszik az ellenfél, de így a Shadow Step-et meg a Deathlordot megtartom. A Step jó lehet, a Betray az szintén jó lehet, de hogy kontroll ellen nyilván nem feltétlenül ez az a kéz, amit akarok, de nem mertem így mindent eldobni, mert ki tudja, hogyha meg Pirate Warrior, akkor meg beszívtuk, és hát akár az is lehet. Valószínűleg nem az egyébként. Viszont az, hogy a Belcher itt van, 4. körös Belcher, 3. körös Deathlord, az jó. Ja, amúgy a Deathlord egyébként az egyetlen dolog, amivel a combo deckeket valamennyire meg lehet akasztani. Nem rakjuk ki a Doomsayert, minek tennénk, viszont azt az armort, azt leütjük. Szóval a dupla Deathlorddal akár jók lehetünk, például a Starliner Druid fél a dupla Deathlordtól, kivéve, hogyha nyilván a kezében van úgy kb. Minden, dinnyével felhúzzuk a kombónkat. Wow. Nem, maradjon a fegyver. Szóval azt köszönöm mondani, hogy a Starliner Druid ellen is amúgy, bár... Ha csak egy darab Starliner marad a deckben, mert a másik a kezünkben van, és nálunk van ugye az Ancient Brewmaster, akkor simán letoljuk a kombót, az első kimegy, az felhúzza, visszahúzzuk, kirakjuk, és akkor így megvan a win úgyis. Tehát, hogy ez talán a legnagyobb baj vele. Wow! És ez a Coin Belcher az nem tűnik annyira jónak.
Viszont az, hogy itt takarítsunk... Á, de nem jó. Nem jó, mert a kettő semmiképpen se tudok megölni. Hát, egy Doomsayer, ja. Kirakunk egy Doomsayert, azért, hogy hát, ha fennmarad. Ha kontroll, akkor ezt elengedi. Hát és ugye ez alapján eléggé annak tűnik. Már most miért ölni meg, viszont akkor nekem lesz a belcserem egy tiszta asztalra. És ugye megkapja az armort a 4-3-ból, tehát hogy neki ez egyébként jó, és nekem is, mert legalább üres lesz az asztal. Egy execute-ot elhasználna rá. Fegyver. Ó, hát a minőségi Warpass. Ez kellemetlen amúgy, viszont így Betrayal-le van egy jó. Hát akkor Betrayal-ezzünk már. Gyere, legyél áruló. Ez a sok armort szedjük már le róla. Á, nem szedjük le. De akkor ez csak így lassan, elvileg ráérünk. Tehát most nem miraculok vagyunk, nem odrógok vagyunk, hogy teljesen ráérünk. Csak húznunk kéne dolgokat a deckből, például egy Enzotot, vagy Valérát, vagy nem tudom. Enzot az jó. Most ha visszaszeppelem, azzal nem csinálok semmit. Viszont azt meg lehet csinálni, hogy ez egy coin. Sylvia, és akkor a belcse. A prep gang up az ugye Enzotra elég jó. Kérdés, hogy mondjuk még lesz-e három körünk, de valószínűleg így, ha belcserként van, így valószínűleg lesz. Ezt lehet, egyébként el lehetne szeppelni. Nem tudom. Preppen is sokat nem old meg amúgy. Meg mondjuk az anti-killbot kijöhetne igazán. Meg mondjuk a darkness, az egy vicces dolog lenne. Meg mondjuk a Cold Light-orékkal, meg hogy ilyen bármi, amivel tudok lapokat húzni még. De most oké, hogy bekeverem az Enzotból hármat, azt valamikor fel is kéne húzni. És ugye egyelőre annyi Enzot value-m lesz, hogy két Belcher. Tehát egy Belcher, egy Deathlord. Ami nem annyira sok. Na fene! Hát ezt meg kell köszönni. Viszont lehet, hogy egyébként ő is Enzot Warrior, hát így legalábbis eléggé annak tűnik. Nyilván ezt... Nem, a Belchert felhagyjuk. Hát életünk már nem sok, viszont lesz elég nagy Enzot value-unk. Warpass? Vagy mi lesz az? Ez nem baj. És az Evisszel tényleg menjek rá? Mert ez a kör, ez nagyon béna. Na jó, ezt megnyomom. Ezt kirakom, mert úgy se jön arcra, tehát ez a rész az teljesen lényegtelen. És eltolom én azt az Eviszt. Mert ugye az a baj, hogy Reckless Fury-val mindenképp játszik. És annak meg mindenképp jót tesz, hogyha minél kevesebb armorja van, de jó, mondjuk ha a Reckless kijön, akkor meg már tök mindegy. De...
Bazd meg! Az egyetlen egy dolgot, amit nem szabadott volna elvesztenem, és amiben, ami a win condition-on volt, azt nyilván ki tudja szedni a kezemből. Gusztustalan. Szegény. Vájdos Even Lock. Létezik olyan. De nyilván egyébként inkább Zúra Maligeneltem, mert most így a franc se tudja. Na egyébként az Antique Hillbot, hogy az előbb kijött volna, mennyire jó lett volna még. Mondjuk nem oldotta volna meg azt a problémát, hogy az Enzotomat elvették. És Enzot nélkül az ödek meg semmit nem tud. Jó, ez még Vájdos Cube Lock lehet. De valószínűleg zú. Egyébként. Nem biztos. Nem rakom csak úgy ki a Fan of Knives-t. És a Doomsayer-t sem. Én most tudok negyedik körös Darkness-ezni. Nem olyan rossz. Még úgy is húzni fog, mint az állat. Jó, ez egyébként még lehet zú. Legalábbis én játszottam olyan zú listával, amiben van ilyen. Na. Egyébként mennyire baszhatja az ideg a srácot. És nyilván Cube Lock. Hogy valami... fel szeretne jutni, és ilyen köcsög mémdek van itt nála. Azt tudom csinálni, hogy ez egy Doomsayer. Nem tudom. Mert a Fan of Knives Betrayal sem annyira rossz. Amúgy. És melyikkel ütünk melyikbe? Tehát ezt megcsináljuk. És... te sebezzél már oda egyet. És nyilván Mal'Ganis, tehát hogy fixen Mal'Ganis hatodik kör. Jó, ez Vanish lesz valószínű. Jó. Ez egy kellemes Vanish. Lehetne a dupla Doomsayer is, de egyébként azt is megoldaná, az az egyetlen probléma. Mondjuk rossz lett volna, hogy elégette volna az egyik gyertyát. Egyébként annyira kedves, hogy kipakol a kezéből. Jó, Mal'Ganis ellen lesz ugye dolgunk. Ez így szerintem jobb. A Belcsert viszont kirakhatjuk köfkörben. És elmegy arcra? Helyes. És gyakorlatilag 7 manát elveszteget, mert húzni nem mer, mert ha ez ki kell, akkor ott így vége van. Húzzál, barátom, húzzál csak. Wow, beáldozza a Dreadlordot. Jó, nyilván azért, mert van egyébként Gul'dan-ja. Voidlord? Nyilván. Ja, hogy a főnök már megint. Kilences be kell vennem arccal? Hát csak nem. Hát akkor nem. I
Hát erre nincs szükségem egyelőre. Az a Fen Evis az jó kombó volt. Az a gond, hogy van nála Gul'dan. Most kimegy a Void Lord, aztán tizedik körbe Gul'dan, és akkor így hello. Különben nem rakta volna ki egyébként a Despicable Death Lordot, csak ilyen... Neee! A kettes számú kombólapom, igen. Ez lehet amúgy egy ven is. Csak az a baj, de nem baj. Ez a Enzotot nem tudja elégetni. Jó, Gengapot már elégette. Na, Geist-je sincs már, nem mintha egyébként lenne egy droppom, vagy egy manás bármim. Az a gond, hogyha kiteszi még egyszer azt a hurkát, akkor ugye baj van. A Belcserem jó, meghalt, tehát hogy csak a Death Lordot tudjuk visszaidézni. Második engem? Ah, szép. Jó. Abból ugye egy még van a kezemben. Na, belcserélem, hogy nincs gond, ezt játssza csak. Most ugye az Enzotot van értelme kirak? Egyébként van. Mondjuk nincs nálam prep. Viszont... egy ok miatt rakom így ki. Hogy így tudjam gengapolni következő körben. Hát nagyon kedves. Az a baj, hogyha Mal'Ganis, vagy ha Gul'dan, akkor... akkor megint nem tudok mi a francot csinálni. Most ez lehetne simán amúgy egy... Csináljuk már meg ezt amúgy. A szeppeljük. Lehetett volna a sorrend fordítva, és akkor elégettem volna, csak sötét vagyok amúgy. Igen. Igen, égett volna Mal'Ganis. Kellemetlen. Mi van, hogyha... ez egy prep Evis, és akkor a Mal'Ganis fixen kint van megint? Ja, ez így szar volt, mert úgy fixen elégedhettem volna a főnököt. Ez meg így nem fog összejönni, csak küzdök ellene. Igen. Mert ugye tud ütni 15-öt, meg még 3-ot a Hero Power-jéből. Ja, ezt le tudja szedni. Kellemetlen, viszont mondjuk legalább az Enzo-t value-m az meg lesz. Hát, hogy... igen. Ezt eddig is tudtuk. Ez kellemetlen. Na hát, neki is van. Hát akkor csak az arc. Ez így rosszabb. Ja, ez így szar volt. Most a belcserve jó nem érdekel.
És ugye kiment mind a két szeppem, ugye az egyik égett, a másikat meg elhasználtam már rosszul. Az is kellemes. És mindkét eviszem kiment. Na most egy bitray elem még van, azzal meg lehet azt oldani, hogy a Malganis eltűnjön. És a bitray elem ott van. Jó, mit öljek meg mivel? Hát nyilván a 6-2-vel megöljük a Malganiszt, mi? Vagy azt mondjuk, hogy a... De nem, a Malganisnak kell meghalnia. Vagy egyébként így is lehet. Ja, ez így is jó, szerintem. Így ezzel kicsit visszajöttünk a játékba. Nem is ütök többet. Az a gond, hogy ugye van, lehet twistingje. Ó, de mennyire jó lett volna Malganiszt elégetni inkább, csak zombaz, meg előbb járt a kezed megint. Hát hello, hello! A sorrend megint jó, ugye? Ti kimondottan jó. Még van két enzotom a deckben, van egy Cord Light Oracle-öm, és van Valérám. Na hát Valérát éppen nem említettem, mintha. Ezt csapjuk le azért, mert így nem tudja kihúzni a felesleges enzotomat. És le lehetett volna ütni, de nem az volt a cél. A fatigban is, és value-ban is jobban járunk. Ami a deckemben van az öt lap, az még egy Cord Light Oracle, egy Antique Healbot, egy Evasion és két Enzot. Most mondjuk mi lehet nála? Tehát így rengeteg lapja van. Még egy Void Lord? Nem tudom, hogy egy... De, elvileg csak egy Void Lordja halt meg. Ez szép volt. Csak főnök, meg ne halljál! Most kihúzok konkrétan egy Cord Light Oracle-t és fatigban meghal. Ne már! Te rénója is van. Jó, tehát ha egy Cord Light Oracle-t kihúzok, akkor 6-ot sebződik. Asztalon van 28-am. Oracle. Sosem Oracle egyébként. Most lehet polimorfozni az összes lényt. Lehet sebezni mindennek.
Ja, valószínűleg sebzés van. Különben nem kezdeni trédelni. Akkor van még egy Enzotom, egy Antikilbotom, egy Cordlightom, meg egy Evasionom. Most ha a Cordlight jön föl, még mindig tudunk nyerni fatigban. Mondjuk nála meg Reno van, tehát ő bármikor 30-ra tud menni. Az kellemetlenebb, ugye. Jó, az semmit nem csinál, az sem, és az sem, hát vagy nem sokat. Cordlight? Nyertünk! Mirroggal, vagy hát a sötétben darálóval! Srácok, ezt nem hiszem el! Ó, hát és csak alig fél órába telt. Ó, te jó ég, és úgy, hogy egy egész komoly melléjátszásom volt, úgyhogy az arra rámehetett volna a játék, de szerintem egyébként így, ez most volt egy körülbelül fél óra, vagy hát nagyjából, úgyhogy szerintem ennyi legyen is elég a sötét darálóból. Nézzük meg még egyszer a decket, és még néhány szót róla. Szóval, ahogy mondtam, kontroll ellen végtelen erőforrásunk van, és ez az utolsó meccsen itt nagyon látszott, hogy tudott kijönni. A prep gang up, ugye Enzotra tökéletes, a Bren antik healbot, ugye nagyon sok gyógyulás, a darkness, hogyha arcra megy, már pedig hússzal nyilván arccal akarunk menni, akkor az kimondottan jó, és a belcserek annyira megnehezítették az ellenfelünk életét, hogy egyszerűen így elmondhatatlan, és a Deathlord is jó volt, mert folyamatosan olyan dolgokat szedett csak ki, de nem mutatom közben, amik ellenünk neki nagyon jók lettek volna, ugye a Mind Control Tech például az lehet, hogy elhezette volna mondjuk a Darkness-t, és akkor nincs letálunk, vagy ilyenek. A Shadow Stable igazi value-t nem szedtünk ki, viszont a Betrayal is nagyon jó volt, és ugye nem csak agro ellen, hanem kontroll is jó volt. A Doomsayer-ek meg igazából olyan sokat nem csináltak, de nem voltak rosszak, az Evasion pedig az utolsó meccsen föl se jött mi. Úgyhogy ez most ennyi. Igen, örülök, hogy megnéztetek, és találkozunk holnap valami standarddel, valami teljesen mással. Sziasztok!